Tolna középkori történelme igencsak gazdag, nagyon sok olyan időszakkal rendelkezik, amely azt mutatja, hogy egy gazdag és prosperáló település volt. Hát ilyen volt a település megalapításának az időszak, az Árpád-kor, amikor megyeszékhelyként működött, de mindenképpen ide sorolható egy ilyen időszaknak a török kornak az első fele, a 16. századnak a második fele is. A Tolna a helyzeténél fogva, hiszen akkor még ugye aktív Duna ment itt a településnek a határán, egy dunai átkelő hely volt, illetve hát a Duna, mint természetes közlekedési út, egy gazdasági központként is működött. A 16. század második felében a 15 éves háború után eltűnt az a 6-8 ezer fő a megyeszékhelyről, amely szám akkoriban a Budán élőkével vetekedett. Ez az az időszak, amikor a török is berendezkedett, és olyan épületeket épített, ami korábban nem volt, ami részben vallási feladatokat, funkciókat látott el. Építettek dzsámit, építettek fogadót, karavánszerájt, illetve építettek fürdőt is. Ez nagyon érdekes, a fürdőkultúra, ugye ennek a Kárpát-medencébe, vagy hát a Dunántúlon, római időszakban, Pannonia provincia területén természetesen voltak és vannak fürdők, fürdőmaradványok, amelyeket meg lehetett találni. Azonban az ezt követő évszázadokban ez az ehhez kapcsolódó fürdőkultúra az kiveszett. És igazából a törököknek volt köszönhető, hogy ez újra megjelent itt a környékünkön. A hódoltság területén írott források szerint nem egészen 50 fürdőről van adat, és ezek közül 10 darab, amelyet így régészetileg is ismerünk valamilyen szinten, különböző mértékben maradtak meg ezek a fürdőépületek, ez 7 településen található meg, ezek közül 3 például Budánon mai napig is működik, Rácfürdő, Törökfürdő, talán a Királyfürdő is ilyen, Egerbe láthatóak a romjai, az ottani fürdőnek, Esztergom, Székesfehérvár, Törökkoppány, ezek talán ez a Babocsa, ezek a települések, ahol megvannak, és most újonnan Tolnán bukkant elő egy építkezéshez kapcsolódó mentőfeltárásnak köszönhetően. Ez a rész a Malom utca Duna felőli szakasza, Sterntelephez közeli rész. Ez mindig is ismert volt a régészeti szakirodalomban, mert hogy jó néhány lelet került már elő korábban is. Azonban mivel rendkívül sűrűn beépített pici házhelyeken lévő házakkal telített területről van szó, itt régészeti kutatást nem igen lehetett végezni. Ez szerencsés módon augusztusban úgy alakult, hogy a Malom utca 51-es számú ház telkén lévő házat a tulajdonos Mozvaher Zoltán lebontatta, hogy új házat szeretett volna építeni, és mindenkinek a meglepetésére egy hatalmas, masszív, nyugat-kelet irányú kőből épített falat talált, amely végighúzódott a telken, és szemlátomást ez túlment a többi szomszédos telekre is. Ekkor került a figyelmünkbe ez az épület, vagy hát ennek az épületnek a nyoma, és ekkor kezdtük meg ezt a kutatást. A helyszínen húzott szondáknak a segítségével teljes egészében kiderült az a két fő kérdés, tehát választ kaptunk arra a két fő kérdésre, hogy mi lehetett ez az épület, ami egy több, legalább 4 telekre kiterjed, 15 méter hosszú, 8 méter széles körülbelül, az alaprajza alaprajzú lehetett. Ennek a funkciója ez a török fürdő, amelyeket korábban történeti forrásokból itt felidéztem. Ehhez nagyon sok minden bizonyítja. Elsősorban az alsó fűtő berendezésekhez kapcsolódó különböző jellegzetességek, pillérek, szellőző csatornák, füstelvezető nyílások és egyebek, illetve hogy mikori, az pedig a régészeti leletanyagból teljesen egyértelművé vált, hogy a épületnek a belső részének a feltöltésébe talált régészeti leletek a török kor végén zárulnak. Tehát egyértelművé vált, hogy az írott forrásokban szereplő 1570 körül épített Szokolló Mustafa török budai pasa alapítványa által működtetett török fürdőről van itt szó, amely tulajdonképpen egy gazdasági vállalkozás volt ebbe az időszakban, mert hogy itt pénzért lehetett használni ezt a fajta fürdőszolgáltatást. Ez 100 éven keresztül működhetett.
Ennek több helyisége volt, ezek mindig klasszikusan egy langyos helyiséggel, illetve egy forró helyiségből álltak, illetve van egy öltözője, sőt még egy toalett része, valamint egy a tüzet tápláló kazán részből, valamint víztározó részből is áll. Úgyhogy ez a terület az Malom utca 51-es számú ház alatt, ez pont a forró medencés helyiségnek a területe, amely belső méretét tekintve 6x6 méteres. Ami miatt nagyon jó állapotban megmaradtak részben az alapfalak, de nem csak az alapfalak, hanem felmenő falakkal is büszkélkedhet ez az épület, hiszen pont itt a hátam mögött lévő falszakasz és a rajta lévő vakolatnyomok alapján, ajtónyílások, pillérindítás alapján ez egy 3 méter magasan fennálló épület rész ebből az egykori fürdőből, ami annak egy közfala volt. Jelen tudásunk szerint tehát 1570 körül épülhetett ez a török fürdő, és legalább 1820-ig biztosan fennáll, tehát jó 250 éven keresztül, ebből 100 évig fürdőépület lehetett. Fontos és ritka lelet gazdagítja Tolna városát a török hódoltság idejéből, ami egy olyan újfajta látványosságot jelenthet a településnek, ami nem csak itt, hanem a környéken sincs sehol.